Október utolsó vasárnapján tartják a Székely Autonómia Napját. Tegnap este több településen gyújtottak őrtüzeket a székelyek. A megmozdulással egyrészt Székelyföld történelmi autonómiájáról emlékeznek meg, másrészt jelzik a világnak, hogy a székelység nem mond le a területi önrendelkezés jogáról. A rendezvény kiemelt helyszínei Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely és Marosvásárhely voltak. A szervező Székely Nemzeti Tanács az idei megmozdulással a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezésre is felkívánta hívni a figyelmet. Ennek lényege, hogy a pénzalapok elosztásánál az Európai Bizottság vegye figyelembe a régiók nemzeti, etnikai és kulturális jellegzetességeit is. A polgári kezdeményezéshez legkevesebb 1 millió támogatóra van szükség, legalább 7 uniós tagállamból. Az aláírások aránya bizonyos területi kritériumoknak is meg kell, hogy feleljen. Az aláírásgyűjtés november 7-én zárul.